Üdvözlöm Önöket a Katar 365-ben, a műsorban, amely friss szemszögből mutatja be Dohát és környékét Miranda Ettivel. Ez az epizód az ambícióról, a kreativitásról és az innovációról szól. Találkozunk néhány fiatal vállalkozóval, akik nyomot hagynak maguk után a világbajnokság idején és azon túl is. A Bonocle Braille írásos platform új hozzáférést kínál a digitális tartalmakhoz. Meglátogatunk egy technológiai vállalkozásokat inspiráló innovációs központot, és felfedezzük a Stars of Science című oktatónevelő valóságshow örökségét. Egy nagy esemény szervezésénél fontos, hogy az minél több ember számára legyen elérhető. Ez a labdarúgó világbajnokság esetében sincs másképp. Itt Katarban egy helyi startup biztosítja, hogy a digitális tartalmak eljussanak a látássérült szurkolókhoz is. Adel Halim találkozott a Bonok csapatával, hogy többet tudjon meg. A videójátékok nehezek is lehetnek, és ez még inkább így van, ha az ember látássérült. Ikrami Ahmed számára egy új eszköz új lehetőségeket nyitott meg. Ez teljesen megváltoztatja a felállást. Olyan kicsi, hogy magaddal tudod vinni. Szerintem ez forradalmi változás, de azért időbe telik, amíg beletanul az ember. A Katari Tudományos és Technológiai Parkban székelő Bonocle két mérnök hallgató agyszüleménye, akik véletlenül fejlesztették ki a Braille írásos szórakoztató platformot. Abdelrazak Ali egy autóbalesetben eltörte a kezét és az iskolájától kért segítséget. Itt jobban kapcsolatba kerültünk a vakok közösségével. Hogyan használják a technológiát? Használják az Instagramot? Hogyan használják a WhatsAppot? Hogyan férnek hozzá a tananyaghoz és a papírmunkához? Átéltük azt a küzdelmet, ami nők minden nap keresztül mentek, akár azért, hogy néhány önkéntes megírja a tananyagot hozzáférhető formátumban, hogy ők is tanulni tudjanak. Másokhoz hasonlóan a Bonocle alapítói is különböző eszközöket próbáltak ki, például ezt a tollat, egy táblagépet, sőt még egy kesztyűt is, mielőtt erre az egérre hasonlító prototípusra esett a választásuk. A Bonocle technológiájával az okostelefon használók megtanulhatják a Braille írást, és a digitális tartalmak széles skálájához férnek hozzá, a könyvektől a játékokig. A kreatív csapat a Katar 365-nek elmondta, hogy eddig a Braille írásra épülő technológia drága, terjedelmes és megbízhatatlan volt. Így a vakok és látótársaik közötti szakadék szélesedett. A társalapító Rami Soliman szerint ennek nem kéne így lennie a 21. században. Mindig sokkolt bennünket, hogy szegregálták őket. Külön iskoláik, külön intézményeik voltak, és még a munkahelyeken is általában elkülönültek a közösség többi tagjától. Mi azt szeretnénk, hogy épüljenek be a társadalmunkba, a munkahelyeinkre. A Bonocle képességeit nemrég egy e-sport bajnokságon tesztelték. Megpróbáljuk a vakokat is bevonni a katari játékosok közösségébe. Ahmed szerint nagyszerű volt együtt lenni. Ez az integráció igazi értelme, hogy részt veszünk a központi eseményeken és kapcsolatba kerülünk az igazi játékosokkal. Szóval igen, határozottan szórakoztató, és igazán várom, hogy lássam, mit lehet még kezdeni ezzel az apró kis eszközzel. A Bonocle a világjárvány idején fejlesztette ki új termékét, és más kihívásokkal is szembesült, de az lendületet adott nekik, hogy őket bíztek meg a világbajnokság digitális tartalmainak Braille írásra való átültetésével. Ahmed civilben Braille tanárként dolgozik, és el tudja képzelni, hogy a Bonocle része lesz a vakemberek mindennapjainak. Azokkal a kihívásokkal, amikkel itt Katarban szembesülünk, a vakok az egész világon találkoznak. A jövőre összpontosítunk, újabb fejlesztésekre és szorosabb társadalmi integrációra törekszünk. Szerinte a szakadék tovább fog zárulni a technológiai fejlesztésekkel, amelyek kiegyenlítik az esélyeket. Haifa Al-Abdullah, a Technológiai Park innovációs igazgatója, rendkívül jól ismeri a sikeres vállalkozásokat. Találkoztam vele, hogy megtudjam pontosan, mi teszi őket a startupok és technológiai vállalkozások kulcsfontosságú platformjává, a finanszírozástól a mentorálásig.
Számunkra fontos, hogy legyen hely a közösségépítéshez, de még fontosabb, hogy összehozzuk a megfelelő embereket, és a megfelelő kapcsolatokat teremtsük meg, amelyekre aztán a startupoknak szükségük van. Legyen szó befektetőkről, mentorokról, piaci lehetőségekről. Az általunk kínált új programokat külföldiek is igénybe vehetik. Meséljen egy kicsit a támogatásokról. A vállalkozókat különböző szakaszokban támogatjuk. Ott van az ötlet támogatási szakasz, ahol ténylegesen oktatjuk a fiatal induló vállalkozókat, hogyan építsék fel üzleti modelljüket, hogyan álljanak elő egy sikeres ötlettel. Aztán jön az Elevate program, ez az a rész, ahol ténylegesen segítünk az induló vállalkozásoknak növekedni. Az ötleteiket Kataron kívül is kipróbálhatják, új piacokat fedezhetnek fel. Itt helye van az együttműködésnek, lehet tanulni másoktól, jól látom. Igen, abszolút ez a lényeg. A Katar Alapítvány lehetőséget ad sokaknak arra, hogy kapcsolatba lépjenek a többi tehetséggel és mentorral, valamint technikai szakértelemhez jussanak hozzá a körülöttünk lévő kutatóintézetekben. Ő régóta dolgozik az innováció területén. Mik a legfontosabb tippjei a vállalkozók számára? Szerintem a legfontosabb az, hogy ne az ötletre koncentráljunk, hanem a megfelelő csapatot építsük fel. A csapat tagjait előbb kell kiválasztani, mint az ötletet. A vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy ő személyesen képes-e vezetni egy technológiai startupot, amiben a megfelelő emberek majd segítenek. Ez egy nehéz út, és ha vannak az emberrel társak, akkor nagyobb valószínűséggel lesz sikeres. Ezt már sok startup vállalkozásnál láttam. Egyedül nem olyan könnyű végigmenni az úton, ezért társakat kell keresni. És ez még nem minden. A technológiai park ad otthont a Katar Alapítvány régóta futó valóság showjának, a tudomány csillagainak is, amelyben arab feltalálók versenyeznek a legjobb fejlesztő címéért. De mi történik a vállalkozókkal az évad vége után? Nos, felkerestünk néhány öreg diákot, hogy megtudjuk, mind dolgoznak most. Khalid Abu Jassum nem csak részt vett a 12 hetes versenyben, hanem 2012-ben meg is nyerte azt. A tudomány csillagai egyedülálló élmény volt. Szó szerint egy innovációs táborba zártak minket. Éjjel-nappal dolgoztunk, a projektjeinkre koncentráltunk, feltettük a termékünkkel kapcsolatos alapvető kérdéseket. Számomra ez egy olyan intenzív utazás volt, amely végigvezetett a termékfejlesztés élet ciklusán, a koncepció helyességének bizonyításától, a mérnöki feladatokon át a terméktervezésig. Az egész a marketinggel és a termék üzleti életképességének vizsgálatával zárul. A terméke pedig egy Oliver nevű autonóm főzőrobot. Khalid az ötletet még azelőtt vetette fel, hogy bekerült a műsorba. Kitalálta, hogy a mesterséges intelligencia segítségével tökéletesen el lehet készíteni a házi recepteket. 2012-ben és 2011-ben még csak a munka elején jártunk, gyökeret eresztettük. Akkoriban az egész országban csak egy digitális inkubátorközpont volt, azóta már több van. Én egy globális vállalatot szerettem volna létrehozni. Ez egy globális kihívás. Meg kell oldanunk, hogy a technológia és a robotika segítségével elérhetővé váljon a kiváló minőségű élelmiszer. Erre az egész világon igény van. Oliver átesett már néhány fizikai változáson, de a koncepció ugyanaz maradt. De vajon jól főz? A mai menü garnélás tészta robotmódra. Ez nagyon finom. Khalid küldetése az, hogy ötletét minél több konyhába eljuttassa, magánháztartásokba és éttermekbe is, hosszú távon pedig egy egész flottával szeretne rendelkezni az automata szakácsokból, amelyek még az olajfúró tornyokra is eljuthatnának. Majed Labadidi a Tudomány Csillagai harmadik évadában versenyzett. Számos vállalkozást vezetett már, most egy arab audiotartalom szolgáltató cég vezérigazgatója.
Számára a vállalkozói lét a gondolkodásmódról szól. A legnehezebb dolog vállalkozóként a lelkesedés fenntartása, mert az egyik nap csodálatos minden, a másik nap pedig olyan, mintha bombák hullanának az égből. Mondjuk, amikor arra vár az ember, hogy visszahívja egy befektető, az állandóság sosem jön el, úgyhogy fegyelmezetnek kell maradni. Mindig szenvedélyesnek kell lenni azzal kapcsolatban, amink van. Ez nagyon nehéz, de végül a dolgok visszaállnak a rendes kerékvágásba. És azt is megtanultam, hogy türelmesnek kell lenni. Aki fegyelmezett, annak meg lesz a jutalma. Több mint egy évtizeddel a szereplése után Majed most továbbadja tudását az új versenyzőknek. A tudomány csillagai család minden évben bővül, és minden évben lehetőségem van arra, hogy találkozzak az újoncokkal, akik épp most formálgatják az ötleteiket, brilliáns ötleteket. Látom a szenvedélyt a szemükben, ahogy tanulnak a mások tapasztalataiból. Szeretjük, hogy részesei vagyunk az utazásuknak. A tudomány csillagai célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tudomány és az innováció iránt. A műsor azonban ennél is többet nyújt, hiszen a régió vállalkozói ökoszisztémáját is támogatja. Ez messze túlmutat a verseny időtartamán. Rengeteg az inspiráló projekt a technológiától az ételekig. Ennyi fért mai epizódunkba, de ha bármilyen kérdése van, használja a Qatar365 hashtaget. Köszönjük a figyelmet, nézze rá az euronews.com-ra, és csatlakozzon hozzánk legközelebb is a Qatar365-ben. On Qatar 365.